A kumbajai születésű hajdani püspök Antunovics János szolgálata során sokat tett a horvát közösség kulturális felemelkedéséért, több tucat embernek adott ingyen ételt, sok száz rászorulónak segített a vagyonából, és odafigyelt a szegényekre. A bunyevád származású főpásztor szobrát szerdán ünnepélyes keretek között leplezték le Baján, a páduai Szent Antal templom kertjében. Antunovics János élete arra is rávilágít, hogy aki közhatalommal rendelkezik, legyen az egyházi személy, politikai vagy városvezető, milyen mértékben felelős a rászoruló és bajba jutott emberek megsegítéséért, mondta köszöntőjében Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Évezredes most már az együttlétünk a horvátokkal. Magyarországi nemzetiségként fantasztikus nagy dolgokat tesznek most is ezekben az években is, iskolákon, kulturális rendezvényeken keresztül, és hát a megmaradásukért mindent megteszünk, mert csak azért is, mert nagyon nagy segítséget nyújtanak, hogy a két nemzetnek az együttműködése, barátsága az tovább erősödjék és megmaradjon. Az államtitkár hozzátette, a horvátok a jövőben is számíthatnak a magyarok segítségére, mások mellett az iskolák, templomok felújításában, mint például nemrégiben Hercegszántón, valamint Felsőszentmártonban. A néhai püspök sokat tett a horvát kultúra és nyelv megőrzéséért, aki a következő generációk példaképe lehet, hangsúlyozta Gugán Iván, az országos horvát önkormányzat elnöke. Ez egy szép szimbóluma a két ország, Magyarország és a horvát kormányok, a nép együttműködésének, hiszen a magyarországi horvátok kezdeményezték az országos horvát önkormányzat, illetve a bajai horvát önkormányzat, de anyagi és erkölcsi támogatást kaptunk a horvát kormánytól és a magyar kormánytól, és azt gondolom, hogy egy ilyen gyönyörű végeredményt tudtunk ma bemutatni és megünnepelni ezt a nagyon szép napot. Bernard Peszorda zágrábi művész alkotását Gyuró Hranics, a Gyiakovár eszéki főegyházmegye érseke szentelte fel.